folytatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Szorul a hurok. Nem, már elég volt. Az a baj, hogy holnap dolgoznom kell. Na gyerünk, Petlen, gyertek már! Hoppá! Gyerünk! Hoppá! És... ez az. Hoppá! Gyere, gyere! Állj be! Ez az! Nagyon érdek! Itt már jó! Olyan hangosan, még felvered az egész házat! Gyerünk! Miért kapcsoltad ki a zenét? Kapcsold vissza! Most menjetek, majd holnap találkozunk! Jó éjszakát! Vigyázzatok az úton! Jó, gyerek, sziasztok! Óvatosan az úton! Holnap folytatjuk! Jó éjszakát! Vigyázzatok magatokra! Hello! Hogy miért kell ilyenkor dugálni? Mert jó kedvük van! Mi az? Nem is volt bezárva? Apa elfelejtette. Nekünk mondja, hogy mindig zárjuk be az ajtót, ő meg elfelejti. Egyre feledékenyebb. Egyáltalán itthon van? Ah, itt a kabátja és az aftatáskája. Nem szokta itt hagyni. Lehet, hogy még ébren van. De nem láttam fényt. Figyelj, az is lehet, hogy vendége volt. Miből gondolod? Nincs itt az újságja. És mindig szokott inni valamit. Lehet, hogy még nem jött haza. Biztosan itthon van. Lehet, hogy már alszik. Apa! Tényleg nincs itthon. Láttad az aktatáskáját? Ha az itthon van, akkor ő is itthon lesz. Apa! Hát ez nagyon furcsa. Itt van valahol. Nézd meg a pincében, lehet, hogy leszaladt valamiért. Miért nem mész le a pincébe? Mi a francot keresne a pincében? Talán bort akart felhozni, és közben rosszul lett. Mit tudom én? Apa! Itt sincs. A bejárati ajtó. Te érted ezt? Az ajtót bezártam kulcssal. Már csak a padlás marad. Haley! Mi az? Mi történt? Haley! Hozd egy kést, te gyorsan! De miért? Hozd már egy kést, nem hallod!
Hívd fel az orvost. Vagy a mentőket, ha ő nincs otthon. Menj már! Jó estét, doktor úr. Jó estét, igazságok. Én még soha nem láttam halott ember, doktor úr. De tudom, hogy már elkésett. Hol van most? A padláson. Az édesapjuk meghalt. Felakasztotta magát. Keresd ki a számot, és hívd fel. Milyen számot? Hát a rendőrségét. A rendőrségét? A bűnügyi részleget. Héli, az édesapja öngyilkos lett. Az lehetetlen! Miért dobta volna el az életét? Ahhoz valami ok is kell. És neki nem volt. A legcsekélyebb sem. Telefonálj! Nem, mi nem tudunk mit tenni. Az öngyilkosság nem hozzánk tartozik. Felakasztotta magát. Az apja halálát mindenképpen megvizsgálják, ahogy öngyilkosság esetén szokás. Kicsodát? Hívja a nővérét. Mi van az öngyilkossággal? A gyerekei nem hiszik el, hogy az volt. Igen, tessék. Nagyon sajnálom, de már a testvérének mondtam, hogy... Nem kell megvárnom a bontolás eredményét ahhoz, hogy tudjam, hogy ez gyilkosság volt. A nővére szerinte nem öngyilkosság volt. Hanem mi? Gyilkosság. A nevem Derrick. Mi a címük pontosan? Ki találta meg a holttestet? Én. Mindenütt kerestem apát. Mert itthon kellett lennie. De sehol sem találtam. Aztán pedig az egész házat átkutattuk az öcsémmel. Ki vágta el a kötelet? Én. A keze és az arca még meleg volt. Azonnal felhívták az orvost? Igen. Dr. Möllert, a házi orvosunkat. Tudja, ő apa barátja volt. Történt itt bármiféle változás? Nem. Jöjjön velem, menjünk. Nos, mit gondolnak? Még arra sem volt időm, hogy kiállítsam a halotti bizonyítványt. Már mondtam magának, hogy az apám nem öngyilkos lett. Van bármi ok arra, hogy ezt feltételezze? Az öngyilkosság az indítékkel, és az apámnak nem volt. Nem volt gondja sem a munkájában, sem a magánéletben. Nem volt se depressziós, sem pedig boldogtalan, épp ellenkezőleg. Dr. Möller? Igen, ez maga igaz. Ezt megerősíthetem. Beteg volt? Nem, nem volt beteg. Maga pontosan tudja, milyen volt. Igen, mindig úgy tűnt, hogy roppant kiegyensúlyozott és céltudatos. És ha
Nem a saját szememmel látom azt a kötelet a nyakán. Hát nem hiszem el. Lehet, hogy olyan oka volt, amiről nincs tudomásunk. Amiről maga sem tudott. A házban nincs is ilyen vastag kötél. Ingo! Nincs. Sem a padláson, sem a pincében. Lehetséges, hogy ő hozta magát. Honnan és hogyan? Tessék, ez az aktatáskája. Tele papírokkal, egy olyan kötél nem is férne bele. Mi volt az édesapja? Üzletember. Beruházásokat kivitelezett. A saját cég? Igen. Egyedül laktak itt? Nem, van egy gondnokházas pár is, de éppen szabadságon vannak. Mesélj az ajtóról. Ja, igen. Éppen a pincében kerestük apát, amikor ajtócsapódást hallottuk. Melyik ajtó volt az? A bejárati ajtó. Becsukódott, pedig biztos, hogy kulcsal bezártam. Felrohantunk, de már nem láttunk semmit. Mondja csak, az édesapjuk szokott vitorlázni? Vitorlázni? Nem. Csak mert a kötél úgynevezett palsztekkel volt megkötve. Ez egy tengerész csomó. Apám sajnos nagyon ügyetlen volt. Nem volt gyakorlatias. Egyáltalán. Tengerész csomót nem tudott volna kötni. Nem. Szólj be, Harry. Nyomozást fogunk indítani, hogy biztosak lehessünk. Akkor rá már nincs szükség. Nincs, köszönjük, doktor úr. Végeztetek? Biztosítottuk a nyomokat, többet nem tudunk tenni. Mondd csak, miféle lány ez? Mindig ott áll mellettem, mindent tudni akart, hogy mit csinálunk. Tényleg a lánya lenne? Igen. Hol van most? Még fent a könyvtárban, az öccsével. Mindjárt megyek utánad. Tessék! Tudok még valamiben segíteni? Azt mondja el, hogy mi történik most. Kiértékeljük az eredményt, és várunk a boncolásra. Akkor talán többet tudunk. Holnap mikor hívhatom? Majd én jelentkezem. 9-kor? Adjon nekünk időt délig. Küldjek ide valakit, aki itt marad éjszakára? Arra semmi szükség. Jó éjszakát. Kikísérem. Köszönöm. Hihetetlen lány, nem igaz? Igen. Ha valamit a fejébe vesz... Nagyon úgy tűnik. De ez klasszikus öngyilkosság. Te hogy látod? Természetesen az lenne jó megtudni, hogy mi lehetett az indíték. Az egész emeleten apa cégének vannak irodái. Hány alkalmazottja van? 12. Itt Münchenben. Ehhez jön még a párizsi iroda. És a zürichi. Jó napot, Becker asszony. Jó napot. Ludemann úrral van találkozunk. Igen, már is szólok neki. Parancsoljanak. Köszönöm. Jó napot, Ludemann úr. Geszerke kisasszony. Szervusz, Ingo. Ludemann úr, apa ügyvezető igazgatója. Derrick úr a bűnügyi rendőrségtől. Jó napot. Jó napot, Ludemann úr. Tessék. Köszönjük. Köszönöm. Igen. Még mindig nem tudom elhinni. Fogadják részvétemet. Hogy öngyilkos lett, hát... Az apámat meggyilkolták. Ez a kisasszony gyanúja. Még nem bizonyított. Az öngyilkossághoz egyelőre nem találunk indítékot. Ezért vagyunk itt. Magánéleti oka nem volt. Az üzleti életben lehetett gondja? A cégben? Sajnos az nagyon is elképzelhető. Hogy? Az utóbbi időben nehéz helyzetbe kerültünk. Dél-Amerikában fektettünk be, Venezuelában. Nagy nyereségre volt kilátás, de csalók kezére kerültünk, és sok pénzt veszítettünk. Az édesapját pedig, hát, lesújtotta az ügy, és egyfolytában önmagát vádolta.
Igen, talán ez lehetett az oka. Én erről semmit sem tudok. Neked erre tett apa bármilyen utalást? Nem, egyszer sem. És nem is volt lehangolt. Akarják látni az aktákat, mindent előkerestem. Számítottam rá, hogy valószínűleg elkérik. Tessék. Megenged nekünk néhány percet négy szem közt? Hogyne, természetesen. Akkor ezzel meg is van az indíték. Az édesapjának üzleti gondjai voltak. Ezt nem hiszem el. Hallotta, hogy a céget nagy veszteség érte. De nem volt depressziós. Ha az lett volna, észrevettük volna. Ugye, Ingo? Én sem tudok róla. De Hal Udeman azt mondja. Ő mióta dolgozik az édesapjuknál? Már több mint 20 éve. Sokszor mondta, hogy Hal Udeman nem lenne, ő sem jutott volna ennyire. És hogy ő pótolhatatlan ember. Hát... sajnálom, kisasszony. Nem! Az apám nem dobta el az életét. Nem lett volna képes ilyesmire. Ebben egész biztos vagyok. Ha meg akart volna halni, altatóhoz nyúl, nem pedig kötélhez. Nem az a típus, aki felakasztja magát. Ludema, mutassa meg az aktákat, menjünk át hozzá. Tessék, Geszerka kisasszony, Ingo, ha szabadna mindet elmagyaráznom... A bűnügyi rendőrségtől jött? Igen. A főnök tényleg öngyilkos lett? Igen. Mondja, ez a venezuelai ügy valóban súlyos. Állítólag nagyon maga alatt volt miatta. Hogy maga alatt volt? Igen. Nem tudok róla. Még nem dolgoztam olyan embernek, aki ennyire kiegyensúlyozott lett volna. Bocsásson meg, kérem. És a Nassau Banktól kaptunk még egy értesítőt. Ebben világosan látható, hogy az üzleti partner, akivel szerződést kötöttünk, meghamisította a kimutatásait. Tessék, ülj csak le, Ingo. Ez mostantól már a te helyed. Majd meg kell hoznod bizonyos döntéseket. Még nem vesztünk el teljesen, ezt apátok is láthatta volna. Ki tudunk mászni a slamasztikából, már mindent előkészítettem, ha szabadna felvázolnom önnek is, Geszerke is asszony. Megnézhetem? Hogyne, tessék. Elnézést, de nekem most mennem kell. Magával megyek. Most megnyugodott egy kicsit? Nem is tudom, hogy mit mondjak. Van még rám egy kis ideje? Igen. Az orrunk elé tolt egy halomaktát, leveleket, németül és spanyolul, bankszámla kivonatokat, aktákat, de én nem értek belőle semmit. Erre valók a szakemberek. Apa mindig mondta, hogy szálljak be a cégbe, dolgozzak vele. De nem tettem, mert én túl... mi nem is voltam. Túl lusta, túl kényelmes. Mit akar mondani nekem? Azt, hogy egyet tudok. Az én apám nem lett öngyilkos. Nem értem, honnan jön ez a magabiztosság? Maga nem hisz nekem. Azt gondolja, hogy megőrültem, nem, és csak nem, bebeszélem nem, magamnak. Egyáltalán bizonyára nem. Azon töri a fejét, hogy rázzon le, mert csak rabolom az idejét. De egyet ne felejtsen el. A lelkem mélyén van valami, ami azt súgja, hogy az apám nem követett el öngyilkosságot. Csak hogy magának ez nem elég. Ugye? Itt a bonszolási jegyzőkönyv. A halálok a akasztás. Az államügyész kiadta a holtestet. A gyerekek eltemethetik az apjukat. A lány nagy hatással volt rád. Jó, ezt most hagyjuk, jó? Mi gondolkodsz? Máskor lehetőleg tegyetek rájuk bilincset. Hol is tartottunk? Azt kérdeztem tőled, hogy mint töröd a fejed? Azon, hogyha valaki depressziósan felakasztja magát, hogy lehet, hogy nincs senki, aki egyszer is lehangoltnak látta volna? Az nem jelent semmit. De igen, jelent. Az lenne normális. Felejtsd el az egész, Stefán. Igen, így van. Küldj a temetésre egy koszorút. Viszont,
majd keveset. Jó napot, Ludemann úr. Jó napot. Maga mit keresi? Amit egy temetőben szoktak. Én is részt vettem a temetésen. Értem, igen. Igen. Tovább viszik a céget? Igen, persze. Geszelke, Ingo, ő fogja tovább vinni. Minden reggel bejön, bedolgozza magát. És hogy halad? Jól, tényleg. Nagyon jól. Mindenkit meglepet vele. Tehát a céget nem számolják fel? Nem, arra nincs semmilyen megoldhatatlan vagy különösebb indok. A nehézségek ellenére persze, amelyekkel szembe kell nézni. Örömmel hallom. Igen, akkor... Viszontlátásra. Minden jót. A rendőrség is eljár a temetésekre? Igen, néha. Árulj el, miért jöttem? Érdekből. Érdekel az ügy. Egyszerűen nem hagy nyugodni. Tényleg nem hagyja nyugodni ez az ügy? Nem. És most bocsásson meg, kérem. Maga is eljött. Miért? Ez csak egy öngyilkos ember temetése volt. És igen kevesen jöttek el, amint látja. Szeretném megkérdezni, hogy vannak. A nővéremnél semmi sem változott. Most is úgy gondolja, hogy apánkat valaki meggyilkolta. Maga nem hiszi? Nem, mert megvan rá a magyarázat. Méghozzá igen jó és abszolút hihető magyarázat. Úgy hallom, már maga vezeti a céget. Igen. Ludemannal és Dr. Wallnerrel. Igen? Kimászunk a slamasztikából, nem vészes. Nem volt olyan vész. Hogy felakassza magát? Menj csak, látom, Ludemann már vár rád. Igen. Bemegyünk az irodába. Ha megbocsát. Nem érdekes, menjen csak. Gyere, Ingo. Tehát semmit sem változtatott a véleményét? Nem. A sírban a virágok alatt egy büntény áldozata fekszik. Induljunk ki abból, hogy magának van igaza. Ha az édesapját megölték... Erről beszéltem magának. Nem. Nem, maga csak azt hiszi, hogy meggyilkolták. De mi lehet az indíték? Ugyanis, ha valakit meggyilkolnak, akkor kell, hogy rá nyomós ok legyen. Igen. Figyeljen, közöljön velem mindent és azonnal, ami mostantól kezdve történik. Bármit, amit furcsának talál, telefonbeszélgetéseket, találkozókat, megbeszéléseket, akár üzleti, akár magánjellegűek. Megértett, ugye? Igen, mindent megértettem. Nagyon köszönöm. De mit jelentsen ez? Azt mondod, létezik geserke ügy? Ahogy mondod. És mi alapján? Vannak újabb fejlemények, vagy miért? Mondom, egy férfi falfehér lett, amikor meglátott a temetőben. Ludemann? Igen, ő habogott össze-vissza. Szóval elfehéredett és dadogott, amikor meglátott téged. Ez neked elég? Valamint a tény, hogy a cég nem is állt a csőd szélén. Szóval nem? Nem, egyáltalán nem. Geserkének emiatt nem kellett volna eldobni az életét. Értem. Még valami? Igen, még akad. A fiú viszi tovább a céget. Egyedül? Valaki segítsen neki. Jó van, rendben, te győztél. Akkor hogyan tovább? Tudni akarom, ki ez a Ludemann valójában. Mit csinál szabad idejében, kivel érintkezik, és mit mondanak róla? Igen, és minél előbb. Abból indulok ki, hogy gyilkossággal állunk szemben. Nagyon késő jött. Elhúzódott a megbeszélés Ludemannal és Wallnerrel. Egész jól megy a dolog. Ki fogunk mászni a nagy bajból. Eszel valamit? Már vacsoráztam. Inni sem kérsz? Nem, köszönöm. Már ittam két viszkit. Wallnerrel és Ludemannal. Viszkit? Apa szekrényéből. Van kifogásod? Az már az enyém. Hogy a tiéd? Mert én vagyok a főnök. Valakinek lennie kell. Te akarsz lenni? Én? Nem. Nem is tudtam, hogy milyen érdekes ez az anyag.
Nagyon tetszik. Igen. Teljesen lenyűgöz. Ludemann csodálkozott, milyen gyorsan tanulok. Látom, megvett téged. Mi a csuda ütött beléd? Figyelj rám. Erről le kell szoknod nagyon gyorsan. Miről? Hogy mindenkire úgy nézel, mintha ő ölte volna meg apánkat. Talán panaszkodott valaki? Igen. Ludemann. Azt mondta, az idegeire mész, ahogy ránézel. Na, mégis adj valamit innom. És ne mondogasd folyton, hogy valaki megölte apát! Ingo. Ó, kit látnak szemeim? Ismét nálunk? Már megint lenyújt valamit? Nem volt még elég? Bunkó. Hé, vigyázzon a szájára. Na? Nem sok mindent sikerült megtudom Ludemannról. Nyugodt, megbízható, korrekt embernek tartják. Különböző cégeknél dolgozott, volt könyvelő, de még cégvezető is. Mindenki azt mondja, hogy nagyon rendes ember is. Jó munkaerő, visszafogott. Van felesége? Nem, egyedül él. De évek óta viszonya van a titkárnőjével. Becker asszonnyal. Na, ő már régen elvált, és van egy lánya. Nem vagy elégedett, ugye? Nem, ennél azért többet vártam. De van valami, ami alapvetően nem passzol bele a képbe. És pedig? Schröder beszélt a házmesterrel. Abban a házban, ahol Ludemann lakik, és azt mondta, hogy Ludemann estékén gyakran eljár. Ez rendben van, de mi a lényeg? Mondom. Mégpedig, hogy gyakran, vagyis mindig egy fiatal hölgy megy érte. Egy Maseratival. Ma este is. Nem mondod. Azért ez beindítja az ember fantáziáját, nem igaz? Egy fiatal hölgy. Igen, csinos. Olyan, akivel szívesen mutatkozik az ember. Egy Maseratival. A rendszámot is megmondta? Igen, és már tudjuk is, kiről van szó. Marion Kless, az építkezési vállalkozó lánya, akiről már sokat hallottuk. Kless, a milliómos vállalkozó, nem? Pontosan. Ludemann smokingban ment el a nővel, és igencsak jó kedvében volt. Mikor volt ez? Egy órája. Itt a nő neve, címe és a telefonszáma. Hogy is mondtad? Visszafogott. Szerény. Ludemann. Mondtam neked, hogy valami nem stimmel a fickóval. Halló. Klesz lakás? Elnézést kérek, Ludemann úrral szeretnék beszélni. Véletlenül nincs ott magánál? Ó, ma este nincs? Hogyan? Hová? Értem, nagyon köszönöm. Úgy tűnik, bejárása van a nő lakásába. Ma étterembe mentek, azt is tudom hová. Na és, nem tilos. Miért ne hívhatnál meg Ludemann vacsorára? Minket is meghívhat. Van kedved velem vacsorázni? Engem nem kérdezel? Te már ettél. Ebben az öltönyben ki fogsz lógni a sorból. Hogy mit nem mondasz? Bocsássanak meg, ma zárt körű rendezvényt tartunk. Ah, igen? Az öltözékügyből úgy gondolom nem kaptak meg hívót. Majd átöltözünk. Bocsásson meg, ott látok egy ismerőst. Elnézést, de ez itt nem szokás. Ha tudnám, mi minden szokás. Mondd, nem megyünk fel hozzám, ha ennek itt vége. Szívesen, hiszen tudod. Jó estét, Ludemann úr. Jó estét. Jó estét. Derek úr. Az úr felvilágosított, hogy ma este ez zárt körű rendezvény. Igen, igen, ez... Aha. Ez van valami gond, Ludemann úr? Ha akarja, maradhatnak az urak. Jó estét, uram. Jó estét. Segíthetek? Schröder kollégámmal vacsorázni szeretnénk, ha lehetséges. Amit látja, minden asztal foghat. Ludemann úr vendégei, de megkérdezem a konyhán, tudnak-e még valamit adni? Nagyon szívesen elfogadjuk a meghívást. Főúr? Igen? Egy asztalt kérnék. Kérem, jöjjön. Egy pillanat. Ezek zsarok. Parancsoljanak. Köszönjük. Szeretnénk beszélni magával. Üljön le egy percre. Mondja csak, Kless, ő az az építési vállalkozó. Igen, befolyásos barátai vannak.
Lesszúrral a cégünk üzleti kapcsolatban áll. És ki az az elbűvölő fiatal hölgy az asztalnál? Ő Lesszúr lánya, miért? Csak gratulálni tudok. Mihez kérem? Ludemann úrtól tudom, hogy az urak nyomozók. Igen, ez így van. Leülhetek egy pillanat? Csak tessék. Na igen, a Gesserke ügy. Ismertem a fickót. Néhány napja még együtt ebédeltünk. Semmit nem vettem észre rajta. Erre felakasztja magát egy kis nehézség miatt. Hát igen, az üzleti élet már csak ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. Attól még nem kellene pánikba esni, főleg ennyire. Miféle üzleteket kötött Gesserke úrral? Még semmit. Csak tárgyaltunk, de éppen most húzom ki a céget a nehéz helyzetből. Igaz, Ludemann? Igen, igen. Ismerte Gesserke úr céget? Elég jól. Egyáltalán nem kellett volna öngyilkosnak lennie. Megveszek tőle egy nagy területet. 10 millióért. Ludemann most írja a szerződést. Ahhoz nagyon élt. Mit ünnepelnek az emberek? Ó, semmi különöset. Néha rendezek ilyen partikat, ezzel tartozom néhányoknak. Prominens személyek. Nézzenek csak körül. Nagy részt az építőiparból. És néhány hatósági ember, hogy tudjuk, kiket kell megvennünk. Még nem zárták le az ügyet. Hát, tudja, a lánya, Gesserke úr lánya. Ismerem, Hélinek lánya. Igen, igen. Meggyőződése, hogy az apját meggyilkolták. Miért? Felakasztotta magát. A boncolási jegyzőkönyvben mit írnak? Semmit, ami gyilkosságra utalnak. Na, látja. Jön a vacsora, jó étvágyat, uraim, menjünk, Ludemann, szórakozni ott. Menjünk, menjünk. Maga komolyan veszi, amit az a lány mond? Komolyan csak a tényeket vesszük le. Úr. Na látja, hát akkor jó hétvágyat. Főúr, parancsol. Vigye ezt innen, kérem. Valami nincs rendben? Nem, csak tudja, minden nap osztrigát eszik. Igen. Igazi hölgyeknek. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Hát akkor köszönöm, hogy eljött. Ez egy igazi nagy menő. Fogadni mernék, hogy a semmiből jött. Tele van energiával, meg szerencséje is volt. És a boncolás eredménye után érdeklődik. Az még nem jelent semmit. Majd én hazaviszlek, jó? Jó, rendben. Tessék. Ezek ketten nem illenek össze. Valami van a háttérben. Kérnék egy városi vonalat. Mindjárt mondom a számot. Hélig Gesserke. Á, maga az. Van tudomása egy olyan területről, amit el fognak adni? Egy bizonyos Klesznek. Egy területet? Erről nem tudok semmit. De várjon egy pillanatot. Ingo, Derek van a vonalban. Tudsz olyan területről, ami eladásra kerül? Hát persze. Az az ingatlan a megmentőnk. Nagy dolgokat építenek a helyén. De mi köze neki ehhez? A kérdés az, hogy én miért nem tudok róla. Ez rám is tartozik. Az a telep. Pár éve már, hogy így áll üresen, le kellene bontani. Kitűnő a fekvése. Közel van a hézhez. Milyen nagy lehet? Körülbelül 50 000 négyzetméter, azt hiszem. Van fogalma róla, mennyit érhet? Nincs. Klesz hajlandó 10 milliót adni érte. De ha ilyen sokat ér, akkor végképp nem értem, hogy apa miért lett volna öngyilkos. Főleg üzleti nehézségek miatt. Elismerem, hogy ez furcsán hangzik. Mangold úr! Van egy ember, aki vigyáz a területre. Azt tudom, hogy apa már sokszor eladhatta volna, de nem akarta odaadni.
Jó napot, Mangold úr! Geserke, kisasszony! Hogy van? Nagyon jól, hál' Istennek! Tényleg eladják a területet? Ezt miből gondolja? Emberek jártak itt, és mindent lemértek. Lemértek? Több úr is volt itt, építészeket is hoztak. Mikor volt ez? Mikor is lehetett? 10 napja, vagy 11? 10-11 napja? Igen. Hiszen akkor apa még élt. Ez elég indok. Volt az embereknek engedélye az apjától, vagy nem kaptak tőle? Ha volt engedélyük. Akkor az apja el akarta adni a telket. De ha nem, az azt jelenti... Hogy nem akarta eladni, és... Talán éppen emiatt végeztek vele. Ahó! Klesz úr itt van? Arra lesz! Köszönöm. Egy szinten lejjebb kell menni. Mennyi ideig tart az átépítés? Így is napi 10 órát dolgozunk. Akkor dolgozzon a 12-től. Kifizetem a túlórát. Tudja, mit veszítünk naponta? Majdnem 100 000. Vár, az agyamra mennek. Most ne zavarjanak! Bocsásson meg, kérem. Igazán nem szívesen zavarom. Maga nem az a nyomozó, akivel a partin találkoztam? De az vagyok. Ő a kollégám Klein úr. Most menjenek, később folytatjuk. Na jól van, fiúk. Igen is. Tessék. Köszönjük. Miben segíthetek? Megkínálhatom pálinkával? Nem, köszönöm. Ha nem, nem. Tehát... Mi a... Geserke ingatlanjáról lenne szó. Szándékozik megvenni? Én megveszem. Ma délben írjuk alá a szerződést. De miért fontos ez maguknak? Az előtörténete. Miféle előtörténet? Maga már tárgyalt Geserkével az eladásról. Igen. Ő el akarta adni? Nem, nem akart eladni. De én nem tettem le róla. Azt mondtam neki. Ilyen magas árat soha nem kap érte. De még se adta el. Hallottam, mit mondtam. Akkor a halála épp jókor jött magának. Istenem! Maguk aztán kemény díjok. Egy ember halálának soha nem örül az ember. Nagyon sajnálom azt a szegény fickót. Minden esetre az üzletet most nyílve ütöm. Nagy beruházás. Nagy változást hoz, mint Berlinnek az átépítés. Hogy mekkorát, azt már régóta látjuk. Tényleg ezért jöttek ide? Az előzmények miatt, ahogy mondták. Miért érdekes ez maguknak? Elmagyaráznák. Egy halálesetnél az áldozathoz kapcsolódó összes szál érdekel. Rám akarják kenni, hogy kikészültek az idegei. Vagy hogy értsem ezt? Na, én erre nem érek rá. Tudják, milyen drága az időm? Van még kérdés? Nincs. Akkor, ha megengedik, folytatnám a munkámat. Tudják, hol a kiárat? Jól felhúzta magát. Igen. Még engem is meglepett mennyire. Jó, be! Csinálják már! Jöjjön ide! Nem érdekel mennyire. Meg kell tennünk. Meg kell tennünk. Rendben lesz, főnök. Meg lesz. Menjenek. Harry Klein. Pillanat. Tiéd. Elnézést, de azt hiszem, van valami, ami segíthet Klesszel kapcsolatban. Hogy? Van néhány informátor, aki inkognitóban akar maradni, de most figyelj! Úgy néz ki, a fickó a csőd célén áll. A hitelszámláit már zárolták. Igen, jól hallottad. Klessz úr benne van a slamasztikában. Tudod, hogy mit jelent ez, Schröder? Azt jelenti, hogy meg kell szerezni a Geserke területét méghozzá bármi áron. Mert az az építkezés. Úgy van. Talán meg tudja menteni. Köszönöm, sokat segítettél. Elég egyértelmű. Beszéljünk Elvisikon. Ha egy olyan ember, mint ez a Klesz, már nyakig van a pártban, bármire képes. Az a típus. Vajon hová megy? 11:30. Most akarják aláírni a szerződést. Idegeneknek szigorúan tilos az építkezésen tartózkodni. Biztonsági okokból.
Adj egy városi vonalat gyorsan. Jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam. Mindjárt 12. Clef már itt van? Felment. Tudom, ki írja alá a szerződést. Én hatalmaztam meg Dr. Bennett. Akkor vonja vissza tőle. Nem akarja elárulni miért? Nyugodtan tegye meg, majd később elmagyarázom. Mindent ellenőrzött, doktor? Igen, csak alá kell írnia. Itt kérem. Ma essünk túl rajta. Jó napot! Jó napot! Hol a meghatalmazás, amit írtam magának? Ez meg mit jelentsen? Nincs meghatalmazás? De természetesen itt van. Ide adnál, kérem? Az ördögbe elmagyarázná, mi folyik? Mindkét testvérnek hozzá kell járulnia, és a kisasszony engem bízott meg. Amit ezennel visszavonok. A kisasszonyal már mindent tisztáztunk. Megbeszéltük az... Én nem értelek. Ezt én most aláírom. Vagy most, vagy soha. Jó. Meghatalmazás nélkül az aláírása érvénytelen. Nem magyarázná meg? Majd akkor, ha végre tisztázódik apám halála. Nem tudna véget vetni ennek az őrületnek? Hát... Majd értesítsen, ha ez a lány jobb belátásra tért. Maga? Maga áll a háttérben. Én pusztán továbbítom az információt. Információ? Magáról. Az üzletéről, a vagyonáról. Mondok valamit. Ezt a szerződést alá fogjuk írni. És maga nem akadályozza meg. Maradj rajta, Harry. Visszavontam a meghatalmazást. Jó, köszönöm. Beszélnem kell önnel, Udeman úr. Magával is. Jöjjenek, kérem. Maga elmehet. Tisztában van vele, ez miféle következményekkel jár? Természetesen. Hallja, miért mondtad vissza a meghatalmazásodat? Az én tanácsomra. Tudja, mit jelent ez? Lehet, hogy Clef nem fogja megvenni, és akkor végünk van, tönkrementünk. Ez egyáltalán nem olyan biztos. Kivizsgálta meg, hogy ténylegesen hogy áll most a cégük. Én minden dokumentumot megmutattam Ingónak. Maga ért hozzá? Tudok olvasni. Kimutatást is? Igen, azt is. Kozmetikázottat is? Megbeszéltem a nővérével, hogy megbízunk egy semleges céget, akik megvizsgálják a cégük helyzetét. Miért? Mit jelentsen ez az egész? Maga kap egy kis szünetet, fáradjon ki. Én? Miért? Elárulnám, miért menjek ki? Mert azt szeretném. Egy külsős céget? Minek az nekünk? Az édesapja állítólag azért folyamodott öngyilkossághoz, mert a venezuelai üzlet zátonyra futott, de lehet, hogy az üzlet nem is létezik, és így természetesen már nincs indíték az öngyilkossághoz. Küldje szabadságra Ludemant, mert addig nem teheti be a lábát, amíg itt vannak a könyvvizsgálók. És holnap azzal kezdje, hogy mindent ellenőriztet egy semleges külsős céggel, jó? Már ön is gyilkosságra gyanakszik. Maga? Becker asszony, most hagyjon magunkra néhány percre, jó? Mivel a cégnek Becker asszony előtt nincs titka, azt javaslom, maradjon itt és hallgassa meg. Arra kérem, Ludemann úr, vegyen ki pár nap szabadságot. Szabadságot? Én? Az irodákban egyelőre nem tartózkodhat. Hogy nem? Megbízok egy semleges külsős céget, hogy vizsgálja át a könyvelésünket. Elsősorban a dél-amerikai üzletet. Úgyhogy megkérem, fogja az aktatáskáját, Ludemann úr? Most? Igen, most. Az aktákat nem, csak a személyes holmiát. Mégis mit képzelnek? Mivel gyanúsítanak? Semmivel, még semmivel. Már mondtam magának, hogy csak átvizsgáltatjuk a könyvelést egy céggel. De az én is kellek. Kell valaki, aki segít, aki információt, aki tudja, mit hol keresse, mert ez bonyolult rendszer. Ha a könyveléshez magyarázat kell, akkor elég rosszul vezették. Mennyi időre? Majd értesítjük. Szerintem Ludemann úr meggyanúsítása felett épsértő.
Kérem, vegye tudomásul, hogy ilyen körülmények között nem óhajtok tovább itt dolgozni. Esetleg tud bármilyen magyarázattal szolgálni? Nem. Aha. Elmentek? Igen. Figyelj, Schröder, kicsit összesűrűsödtek a dolgok. Ludemant kell szemmel tartani, valószínűleg hazaindult. Persze, hogy fontos, amúgy nem kérném. Hariról tudsz valamit? Aha. Jó, köszönöm. Derrick úr, én mindent megtettem az ön és a nővérem kedvéért, igen, annak ellenére, hogy nem most tudom azokat. Figyeljen rám, jó? Ma azt hallottam, hogy Klessz a tönk szélén áll, és hogy kell neki egy új szerződés, amit csak a maguk telkével együtt tud megvalósítani. Értenek engem? Meg kell szerezni a telküket, különben csődöt jelent. Nem értem, hogy... Engedje meg, hogy elmagyarázzam. Az apja nem akarta eladni. Esze ágában se volt. Ezért Klessz Ludemant ostromolta. Amit most mondok, az puszta feltételezés. Valószínűleg a lányát is bevetette nála. Szórakozni vitte, partikra, vacsorákra hívta. Anyagi javakkal kecsegtette. Ha jó, de mi volt az oka? Lehetséges, hogy a telket erőszakkal akarta megszerezni magának. Gyilkossággal. Ami öngyilkosságnak tűnik, ahhoz ok is kell, és ezt Ludemant szolgáltatta. A venezuelai üzlettel, ami lehet, hogy nem is igaz. Épp ezt kell most megállapítani, igen? Maga kicsit sem fél. Hogy esetleg téled? Mindig attól félek. Igen, tessék. Magát keresik. Most kaptuk a hírt, Harito. Klessz visszament az építkezésre. Klessz úr, Ludemant keresi telefonon. Jön. Klessz, hogy... Ennek oka kell, hogy legyen. Ismételd meg, amit mondott szóról szóra. Igen, ez jó. Hol vagy most? Miért vagy olyan ideges? Ne dadog, így nem értek semmit. Ha azt kérdeztem, hol vagy? Akkor maradj is otthon. Majd jelentkezem. Persze, számíthatsz rám. Jó napot! Jöjjenek ide! Jöjjenek ide! Lenne egy megbízásom. Bízhatok magunknak! Nem fogják megbánni! Na menjenek! Menjenek! Tessék, Derrick! Harry, hol vagy most? Hogy? Két munkását? Elküldte az építkezésről? Az egyiknek vasmacska volt a mellére tetoválva. Ilyet matrózok szoktak viselni. Lehet, hogy az a fickó tud tengeréscsomót kötni. A Palstek. Harry, utána mit csináltak? Átöltöztek és befejezték a munkát. Most jönnek. Tapadj rájuk, Harry! Stefan, Klessz akar beszélni veled telefonon.
Hallgatom, Klesz úr, beszélni akar velem? Igen, beszélnünk kellene. Mikor érne rá? Nekem 5 óra után lenne a legjobb. A stadionban. Nem tudom, miért épp ott szeretne találkozni velem, de... Aha, rendben, 5 órakor. Ez egyre érdekesebb. Aha, érdekes. Itt csak egy valaki érdekes. Ludemann. Vajon mit akarhat Klesz tőlem? Harry jelentkezett már? Nem, még nem. Jó napot, Klesz úr! Jó napot, Derrick úr! Üljön le mellé! Hogy tetszik itt magának? Lenyűgöző. Részt vett az építésében? Nem, de jó lett volna. Gyakran járok ide csak, hogy megnézzem. Gigantikus. Erről álmodozom, hogy egyszer ilyet építhessek. Azért rendelt ide, hogy az álmairól meséljen? Mit akar hallani? Valamit Ludemannról nem telefonál? Az az ember nem érdekel. Nem, pedig bajban van, mert holnap átvizsgálják a könyvelését, és lehet, hogy kiderül, hogy meghamisította a számokat. Mások miatt hamisított. Na és? Ha csinált valamit, vállalja a felelősséget. Akkor a témánál vagyunk. Ezzel most mit akar? Hogy én egy nagy marha vagyok. Már rájöttem, miért rendelt ide engem. Miért? Mert én vagyok az alibije. Láttad a két fickót? Akik bementek, persze. Hol van Echterding? Az udvaron. Add nekem Schrödert. Igen? Tessék! Itt kell várnunk Klesz úrra. Akkor várjanak kint az ajtó előtt. Hey! Mit akarnak? Mi ez? Hagyjanak békén! Rendben, vége. Mindjárt jönnek. Oké. Okay. Hey! Mit akarnak tőlem? Tessék, írjon. Mit? Mi a felét írjak, de... A vallomását. Mit? Nem örültem! Ezt sokan állítják magukról. Utoljára mondom. Írjon végre. Most már értem. Klesz áll az egész mögött. De én nem fogok elárulni semmit, semmit a világon! Írjon szépen. Én, Robert Ludemann, ezennel elismerem, hogy főnökömet, Gescherke urat félrevezettem. Én vagyok a hibás az öngyilkosságáért. Mivel a bűntudattól nem bírok tovább élni, véget vetek az életemnek. Mi történt? Fent vannak a lakásban. És most írja alá, Robert Ludemann. Jó. És most, ha túlkorán lépünk közbe, akkor elszúrjuk. Mindent vissza fogok vonni. Mindent vissza fogok vonni.
Gyere, nézd meg! Semmi. Nyomás! Gyere, egyenesen! Nyomás! Igen! Igen, szép munka, Harry! Vidd őket a kapitányságra, ott találkozunk! Vége! Mi van, megőrült? Valamiért elfelejtettem mondani magának, hogy én is gyakran járok ide. De csak ha tele van a stadion. Ugyanis foci rajongó vagyok. Írta Herbert Leinecker. Magyar hangok. Újraki Dénes, Besenci Árpád, Bognár Anna, Szatori Dávid, Bácskai János, Botár Endre, Versényi László. Magyar szöveg Nagy Gabi, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. Hangmérnök és vágó Blénesi Márk. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Aprics László. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Fényképezte Rolf Kestel és Michael Georg. Rendezte Alfred Forer.